A település gazdag hagyományaiból ízelítőt nyújtó 18. gasztronómiai est ezúttal is nagyon népszerű volt Zombán. A rendezvényen sütött főzött Zomba testvér települései közül Alsószeli és Orosháza. Emellett például összehasonlítható volt a székely és a sváb töltött káposzta, de azt is megtudhatták a részvevők, hogy mi a punya. Ha nem tudják, akkor mi most eláruljuk. Ez a roma kisebbség kenyere. Hagyományos ételekkel készítünk, a lecsóval, marha pörkötő és mindegyik csípős, meg a punyával. 6 kg lisztből készült a 2 punya, só, víz, élesztő, és most ám úgy csináltam, hogy olívaolajjal, zsír helyett. Most frissítettünk, úgy jutottam egyet rajta, és ilyen szép gyönyörű lett. Nagyon finom tőle. A lecsóba? Hagyma, paradicsom, erős paprika, törött paprika, só, zsírral készül. Nálunk az a lényeg, hogy a zsír meg az erőssége, a színe meg legyen a lecsónak. Paradicsom legyen benne bőven, hagyma, erős paprika, és marha pörköltbe is. Zsírra teszem oda, jó sok hagymával, gyönyörű törött paprikával szokom mindig. A paprikát nézem mindig, ha megyek a piacra. Milyen a színe? Kacsasültet is csináltunk, az is meg van díszítve narancssal, erős paprikával, lila káposztával. Jó fokhagymással megsütöttem a libacombokat. Több népcsoportban is megfigyelhető volt, hogy a generációról generációra átadott receptek alapján készítették ételeiket, amit a mindennapi életben nem, hanem főként ünnepek alkalmával fogyasztanak. Főleg ünnepekkor, húsvétkor, meg ha valakinek születésnapja volt, meg nem csak akkor, akkor is ették ezt, tehát amikor valaki meghalt. Akkor is nagy torvacsorákat csináltak a romák. Nagyon sokat kapok, hogy nagyon finom volt, és csak alig várják, hogy mi hozzánk jöjjenek enni. Bokrásnapokon is ott szokunk lenni, és ott is mindig mondják, hogy alig várják, hogy rengetegen jönnek hozzánk enni. És akkor így gondolunk karácsonyra is mindig. Karácsonyra meg a töltött káposzta, punyával, kaláccsal várjunk úgy a vendégeket, a hátrányos helyzetűeket. A Zombai Hagyományőrző Egyesület idén a fiatalokra és az egészségre koncentrálva hozta el kínálatát. Az Hagyományőrző Egyesület az idén fiataloknak készült inkább étkekkel, azaz olyan ételekkel rukkoltunk elő, ami a hagyományokat is őrzi, de fel van újítva. Ez ilyen például a krumplis nudli, de tejszínes csirkével, vagy a krumplis nudli tejszínes milánóival, de maradtunk az annál is, hogy ha valaki például mindenmenteset szeretne, akkor van csirkeragú, ami csak zöldséggel készült, és egy kis édességet hoztunk még az idén. Nehéz felmérni, hogy hányan lesznek, mert ez az a rendezvény, ahol nem lehet asztalt foglalni, hanem érkezési sorrendben, ahogy jönnek, de én bízom benne, hogy az elmúlt évekhez képest is legalább ugyanannyian leszünk. Az országos év vállalkozója díj Dolnemegyei díjazottjai között voltak, hogy nagy tisztelettel köszöntsük a Dolnemegyei díjazottnak, nagyja és most kedves feleségi Marcsikát. A régi törzsgárda van itt ismét 2019-ben, és ez a 18. alkalom, amikor ezt a gasztronómiát rendezzük. Nyilván a kezdet az sokkal szerényebb volt, és hála Istennek itt a vendégsereg meg a kínálók is szaporodtak, hogy az idei évben is 10 kínálónk van. Valóban itt van a zombai civil szervezeteknek egy része, a nemzetiségek, és itt vannak a testvér településeink, meg a szomszéd településekből baráti körök, így jön össze ez a 10 kínálóasztal. 2011-től bálozunk, ugyanis 2011-ben sikerült átadni ezt a csodálatos sportcsarnokot, és így most már bálozásra is teret nyertünk, hogy így mondjam. Addig a műfejlődési házban volt ez a gasztró, de azt kinőttük, hála Istennek. Itt pedig adódott lehetőség arra, hogy a gasztronómiai estet megtoldjuk egy bállal, ami hát egy iszonyú nagy tömeget vonz, hát majd megláthatjuk, hogy nagyon sokan leszünk itt ma is véletileg, illetve ma látjuk is, hogy telnek az asztalok. Ennek nagy része a bál miatt jött, de mivel összekötött a gasztronómiával, így mindjárt kóstolhatja is a kínált ételeket, hiszen az egész rendezvénynek
a neve, vagy címe, vagy a szlogenje, hogy az ízek világa Zombán. A Nagy Lajos az év vállalkozója címét nyert el Tolna megyébe. Ez egy hatalmas dolog, hogy azon mai gasztronómián képviselik magukat. Itt 18 évvel ezelőtt egy nagyon szűk körbe, tulajdonképpen egy németországi testvértelepülés fogadása akropójából jött létre ez a bizonyos gasztronóm. Akkor találtam ki, hogy hát ha fogadjuk egyszer a németeket, a testvéreinket, akkor valamit próbáljunk produkálni, és akkor csupán 4 asztalunk volt, a Zombát képviselő 4 nemzetiség, illetve népcsoport, ugye, mert a székelyek nem nemzetiségek, meg hát a magyarok is, a németek, a romák, a székelyek és az ős magyarok. Így terítettük az asztalt, hát a művelődési ház majdnem megtelt akkor, következő évben ugye az első évnek jó sikerült rendezvény hatására teljesen megtelt, és a harmadik évben már fizetősé kellett tenni, hiszen tódultak be, hát voltak olyanok is, akik hát nem egy ilyen rendezvényre valók, így, hogy fizetős lett a rendezvényünk, így azért kicsit próbáltuk a szitán szűrni a tömeget, de nagyon-nagyon zsúfolt volt már a művelődési házunk. És hála Istennek, mint említettem, 2011-ben felépült ez a csodálatos sportcsarnok, és akkor felköltöztünk ide. Tehát építődik, évről évre mondhatnám azt, hogy többen vannak. Hát volt már úgy, hogy ez a sportcsarnok is szűknek bizonyult. A finom falatok mellett a gasztronómia másik fontos eleme az ital. Ez sem maradhatott el. A szokás szerint egy finom étel mellé egy jó pohár bor dukál. A megjelentek helyi borokat kóstolhattak a rendezvényen. A gasztronómiához hozzátartozik az ital is, és ugye hát jó magyar szokás szerint az italban mi bort kínálunk, hiszen a zombai borászat, zombai borvidék tulajdonképpen a szekszárdi borvidéknek a része, tehát szekszárdi borokat kóstolhatnak itt a zombai gasztronómián, amit zombai termelők állítottak elő, készítettek. Ennek is nagy sokára szokott lenni, hiszen vagyunk többen itt, akik borászkodunk. Azért mondom, hogy vagyunk, mert az egyik kínáló éppen a saját tulajdonom, illetve a Misoszki Béla barátom van, aki most kifejlődött, és már a 21. század technológiájával készíti a borokat. Hát az ennyi meg azért lesz különleges, mert én meg átmentem bióba. Tehát gyakorlatilag itt két műfaj, egy 21. századi, illetve egy visszaredukálódott biotechnológia találkozik, ahogy tetszik. Az Ízek Világa elnevezésű gasztronómia esten több száz zombai lakos vett részt.